Változékony, többnyire koranyárias időjárást jósolnak a hét további napjaira a meteorológusok. A napos, kissé gomoly felhős időjárást futó záporok és zivatarok zavarhatják meg. A nappali csúcsértékek 25 és 28 fok között alakulnak. Az UV-sugárzás igen erős, ezért továbbra is fontos a megfelelő fényvédelem és az óvatosság. Ami az előttünk álló éjszakát illeti, ismét nagyrészt megnyugszik az időjárás, csökken a csapadék valószínűsége, bár az ország egyes részein még éjjel is lehetnek záporok, csendesedő esők, ott a felhőzet is megmarad. Várhatóan 14 és 17 fok között alakulnak a minimumok. Szerdán várhatóan országszerte lecsökken a felhőzet, kisüt a nap, de a délután folyamán ismét gomoly felhősödés következik, melyből szórványosan alakulhatnak ki az előző naphoz képest valamivel kevesebb helyen záporok és zivatarok. Vajdaságban átlagosan 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet az előző naphoz hasonlóan 25-26 fok körül alakul, főként a délután folyamán, de ezen a napon is kialakulhatnak záporok is térségünkben. Pénteken hidegfront előtti füllett meleg idő valószínű, változóan napos gomoly felhős időben újabb szórványosan előforduló záporok, zivatarok kialakulásával kell számolni. 25 fokig melegszik majd a levegő. Szombatra előreláthatólag alacsonyabb nedvességtartalmú levegő sodródik térségünkbe, élénk erős északi széllel. Változóan napos, mérsékelten felhős idő a legvalószínűbb. Általában nem hullik csapadék, de egy-két helyen nem kizárt a gyenge zápor előfordulása. 25-26 fokos maximumra lehet számítani. Vasárnapra változó felhőzet és gyenge légmozgás mellett tartósabb napsütésre készülhetünk, 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Változékony záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás ígérkezik a régió más országaiban is holnap. A hőmérsékleti értékek átlagosan mindenhol meghaladják a 20 fokot. Bukarestben 29 fokot, míg Temesváron, Eszéken, Szegeden és Belgrádban 26-27 fokos maximumokat mérhetünk. Legalacsonyabb hőmérsékleti értékre csapadékos időjárás mellett a Szarajevó közelében élők számíthatnak 18 fok kíséretében.